vették orcaink sorát, síralommá tették, hogy folyt a vér ottan a szent, a drága kövér patakokban. S nem maradt szívünk méltó temetésre, és porig alázva részvétet a gyászba, nem találtunk senkinél. Vesztüket mind, aki él. Az Alkotmánybíróság határozata szerint a Zétényi Takácsféle törvény sérti az alkotmányos büntetőjognak azt a követelményét, hogy a bűncselekmények büntethetőségének elévülésére az elkövetéskor hatályos törvényt kell alkalmazni. A testület a törvény egyes rendelkezéseit vizsgálva megalapította, hogy a már elévült bűncselekmények újbóli büntethetővé tétele alkotmányellenes. Ám ha érvényben van az elévülés, a magyar nép ellenségei azt tehetik, amit akarnak. De ha valaki prezentálja a törvényt, lehet ellenük cselekedni. Milyen igazságtétel ez? Miért kellett annyi embernek meghalni? Azért, hogy még mindig ott feküdjenek, arccal lefelé megdrótozva, egy sírba öten, hatan, és azért, hogy papoljunk a rendszerváltáshoz. De kinek a rendszerváltása volt ez? Kinek hozta meg azt a remélt, várva várt jövőt? Nekünk nem. Nekik sem. November 4-én pontosan, nem utolsó sorban az én kezdeményezésemre is, a magyar parlament egy közkegyelmi aktust hozott. Egy kvázi közkegyelmi aktust, amely azt mondta, hogy nem bünteti meg azokat, akik bűnösök voltak a magyar nép ellen, akik megsértették, megalázták ezt a népet, de nem voltak gyilkosok, nem voltak hazárulók, és nem okoztak emberhalált. Ez több ezer ember számára kegyelem volt. Na, hát mégiscsak igaza volt a feleségemnek, vagy nekem, amikor azt mondta, hogy azt akarod, hogy felszakadjanak a régi sebek. Én meg azt mondtam, hogy én nyugodtan megyek, mert hazamegyek. Hát szóval itthon vagyok. De én nem tudom elmondani mindazt, ami most a lelkemben van. Ez volt a kínvallató terem. Itt húzták fel a makacsokat, akik nem voltak hajlandó aláírni a általuk kívánt hamis tanúvallomást. Volt olyan, akit két lábbal kötöttek fel, volt olyan, csak az egyik láb, a másik lógott, és közben gumibottal verték a vesejét, a derekát,
anatómiailag csodálatosan képzettek voltak. Tudták, hogy a máj hol van, hogy hova kell ütni. És tudták azt is, hogy a nyakra is hogy kell ütni, hogy a fül meg az orr csoruljon a vér. És amikor elájult az illető, akkor ide csurgott a vére, ide csurgott a nyála, meg ide csurgott, bocsásson meg, amit kinyába oda csinált. Oda vizelt meg a nagy dolgot is. Jött a pribék hardislaggal, lemostak mindent, leeresztették, itt volt egy szalmazsák, arra lefektették, és amikor az illető magához tért, egy-két vagy három óra után, akkor itt egy lépcsőn felvezették, és mondták, hogy na, hát akkor aláírja, vagy nem írja. Egyszerűen nem tudja normális ésszel az ember felfogni, hogy hogy lehet gyönyörködni egy másik embernek a kínjában, a szenvedésében. Nem bírja elképzelni, hogy ha ő vele csinálnák, ő vajon mit csinálna? És ezek az emberek nem csináltak semmit. Egyetlen bűnük volt, hogy lehet, hogy szabadon szerettek volna élni ebben az országban. Hogy nem tetszett nekik az, hogy egy felszabadító hadsereg jön és végiggyalázza az asszonyainkat, a lányainkat. Az igazságot nem kell tenni, az igazság egyszerűen van. A legmélyebb létigazság, spirituális természetű, szakrális igazság, az Isten igazsága. Mi ez az egyetemes igazság? Az emberi életnek a mindenek előtt való védelme, tisztelete, szeretete, gondoskodás arról minden lehetséges módon, hogy megőrizzük emberi méltóságunkat és magát az életet. Hogyha azt mondjuk igazságtétel, akkor ebből az következik, hogy tudatos emberi akaratokra van szükség ahhoz, hogy az igazság érvényesülhessen. Valami rendező elvet kell ahhoz találni, hogy a történelmi igazságot tudjuk definiálni. És mi lehet ez a rendező elv? Ez a lelkiismeret. Az egyén legrejtettebb magva és szentély, ahol egyedül van Istennel, akinek a szava felhangzik a lélek mélyén. És én úgy gondolom, hogy ez a szó, ez az isteni szó az igazság, és akkor történelmi igazság, hogyha a társadalom jelentős része ugyanazt a hangot hallja. Hát nem egészen így néztek ki ezek a cellák. Akkor most eléggé luxus kivitelben látjuk őket. Na hát ide be kell mennem ebbe a cellába. Itt tele vannak ismerősökkel. Hát az embernek a lélegzete áll. Itt van Mansfeld Péter, akit 16 éves korában fogtak el, és 18 éves korában akasztották fel. Itt van Tóth Ilona, akit kezeltek, hipnotizáltak, de valja. Itt van Szabó bácsi, itt van Angyal Pista. Az elmúlt napokban temetőkben jártunk, láttuk a múltra emlékeztető gyertyák sárga lobogását, és 1956. november 4-ére is emlékeztünk, az árulás napjára. Ez a nap, hogy tárgyunknál maradjak, mint egy 400 ember halálra ítélését és kivégzését, számtalan ember megkínzását és eljárás nélkül való megölését, több mint 200 ezer embernek az országból való elmenekülését, sokaknak az országból való elhurcolását, közel 22 ezer fogságba vetését és szabadságvesztéssel sújtását hozta. Ezért kénytelen vagyok feltenni újra a költői kérdést. Gondolkoztak-e azon, hogy mi lenne akkor, ha a 301-es és a 298-as és más parcellák és névtelen temetők és névtelen sírok néma lakói feltámadnának, ha a legépuskázottak, ha azok az anyák, akik gyermekükkel itt ezen a téren vonultak fel 1956. október 25-én békésen a demokráciát követelve, és itt maradtak vérbefagyva, lemészárolva, mit mondanának? Ez az a demokrácia, amiért harcoltak?
Vagy elfogadnák-e, hogy képtelenek vagyunk a bűnösök megnevezésére és a bűnök megméretésére? Hugo Grotiussal, a modern nemzetközi jog megalapozójával válaszolhatunk. Crimen grave non potest non esse punibile, azaz nem lehet, hogy súlyos büntet ne legyen büntethető. A szocialista rendszer 40 éve alatt az igazságszolgáltatás hivatalból alá volt vetve egyrészt a munkás paraszt osztályhatalomnak, másrészt a többi hatalmi ágnak, amelyeket fölébe soroltak. Az igazságszolgáltatás az első helyen álló hatalmi ágból a szocialista rendszerben átsorolódik a harmadik helyre, akkor működik, ha éppen nincsen letiltva, vagy nincsen akadályozva. Magyarországon is szétverték az összes jogállami intézményt, és helyette lemásolva a Szovjetunió beli berendezkedést, megtörtént Magyarországon is a monolit hatalom megteremtése. A Rákosi időszaktól kezdve és kösképp a Kádár rendszerben szétverték a kis közösségeket. Miért? Mert ott van az a fajta erő, hogy egy plusz egy ember, az nem kettő, hanem mi együtt. Szociál-pszichológiailag, dinamikailag már egy egészen más entitás. Ami itt történt, az a puszta erőszak eredménye, és éppen ezért nem is lehet legitimnek tekinteni. Hát, én azt hiszem, hogy egyelőre csak mély lélegzetet lehet venni itt. Mert 50 év múltán is az embert elfogja valami szégyenletes gyengeség, hogy sírjon, vagy a lába remeg, vagy... Szóval itt megáll az emberi beszélő képesség. Az a bizonyos szocialista rendszer, amelyben választásokat tartottak, amelyet nemzetközileg elismertek szuverén államnak és felvettek az Egyesült Nemzetekbe, az formán szerint ebből a szempontból közjogilag legális volt, mert hiszen az összes többi hasonló államok elismerték. Legitimnek azt a rendszert tekintjük, amelynek a lényegéhez tartozik, hogy törvények szerint épül fel, és belső törvények alapján működik. Lex törvény. A legális szóban is a törvényben benne, de ez a külső törvény. A legitim törvény az, amely az emberek meggyőződése szerint is törvényes, és amely a társadalomnak, mint a hatalom birtokosának és fő forrásának az egyetértésével találkozik. Ebből a szempontból a mi szociális rendszerünk nem volt legitim. Azért a hatalom nem azért hatalom, hogy önként lemondjon a saját előnyös helyzetéről. Mindent megtettek annak érdekében, hogy ha lesznek is választások, azért megőrizzék valamilyen módon a Magyar Szocialista Munkáspárt és később a Jogutód pártjának az előnyét. Ezen a legitimitás hiányon az 1990-es választás változtatott először, amely módot adott arra, hogy a képviselőket legalábbis a törvényhozás hatalmi ágban, és ebből kifolyóan a központi igazgatást ellátó kormányban az emberek kiválasszák. A nagy március 15-i tüntetésen 89-ben részt vettem. Ott a 41 néhány ellenzéki szervezet hozta össze ezt a tüntetést, a Független Jogász Fórum is egyike volt. Megfogalmaztuk a híres 12 pontot, amit Cserhalmi adott elő. A legcsodálatosabb pontja ennek a tüntetésnek legalábbis számomra az volt, amikor Csengei Dénes a Magyar Televízió előtt elmondta, hogy jelképesen lefoglalja a Magyar Televíziót. Nem kell tőlünk félni, nem fogjuk a televíziót tönkretenni. Nagyon fogunk rá vigyázni, mert a miénk, és nagyon fogunk vigyázni Magyarországra is, mert az is a miénk, mondta, és hatalmas nagy taps. És amikor hazamentem, akkor fogalmaztam meg a Független Jogász Fórumnak a felhívását az ellenzéki kerekasztal létrehozására. Mert nyilvánvaló volt,
hogy az ellenzéki szervezetek, ha nem hagyják magunkat megosztani, akkor együttesen és közösen fellépve olyan politikai erőt fognak képviselni valódi ellensúlyt a hatalommal szemben, amely megakadályozza azt, hogy a hatalom manipulálja a rendszerváltást és elkerülje a szabad választást. Az a megtiszteltetésért, hogy én mondhattam az ellenzéki kerekasztal nevében a szándéknyilatkozatot június 13-án a parlament vadásztermében. El lehet képzelni az érzést, ott ül velem szemben Grósz Károly főtitkár, Posgai Imre egyik oldalán, Fejti György a másik oldalán, tehát az egész hatalom. Én pedig mondtam, hogy rendszerváltozásra van szükség, mert az ellenzéki kerekasztalnak nem az a célja, hogy a nép feje fölött a hatalommal megegyezzen és magának egy-egy szeletet kihasítson, hanem az, hogy olyan helyzetet teremtsen, amelyben maga a nép dönt szabad választásokon a sorsának további alakításáról. Amiben mi reménykedtünk és hittel hittünk, amikor mi ott voltunk a nagy temetésen, hogy itt lesz egy változás, azzal nem következett be, sőt, meglopták a hitünket. Nincs borzalmasabb dolog, amikor egy embernek a hitét meglopják. És aki erre képes, az mindenre képes. És ez bebizonyította az elmúlt 20 esztendő. A rendszerváltás idején az alapvető kérdés az volt, hogy az új rendszer hogy határozza meg saját magát az 1945 és 1989-90 között működő rendszerhez képest. Ha elismeri azt, hogy törvénytelen, illegitim, már pedig ugye az volt, hiszen megszállás volt és diktatúra. Maga a rendszerváltók mondták, hogy politikailag nem elfogadható a rezsim, ezért kell a rendszerváltás. Ha elfogadja ezt, akkor az állam által elkövetett bűncselekmények nem évülnek el, akár egy AVH-s bűncselekmény, akár a sortüzek, vagy egyáltalán a vagyonelkobzások ügye sem évül el. Tehát magyarán a vagyonmozgások, amik 45-től 90-ig lezajlottak az államosítástól, a spontán privatizációig, azok sem elfogadható lezárt ügyek, hiszen a rendszer törvénytelen volt. Különösen sötét volt akkor, amikor bezárták az ajtót. A cirklin keresztül az őr figyelte, hogy az illető milyen állapotban van. Hát itt lent ez a beton nem ilyen volt. Itt egy teknő volt, amiben víz volt és emberi ürülék. És az illető itt guggolt, órák hoztat addig, ameddig el nem ájult. És akkor belezuhant mibe? A saját ürülékébe. Aki innen kiment, vagy legalábbis ezt átélte, az lelki nyomorék lett. Azt hiszem, soha senki ezt nem tudja feldolgozni, csak amikor elköltözik ebből a világból. A kormány 89. februárjában bizottságot állít fel a vélhetően törvénysértő elemeket tartalmazó perek felülvizsgálatára, jogászokból, történészekből. Ez ugye kifele gyönyörű, ez a demokrácia. Most jön a diktatúra elem, azt ne vizsgáljátok, azt ne nézzétek meg, ki a felelős érte. Na most ugye hát ezt hiába kérték tőlünk, ha valamire való történész ezt a kérést meghallgatja, és aztán megy a maga útján. Tehát elkészül a jogász összefoglaló. Majd szólnak nekünk, hogy akkor 3 hét alatt csináljuk meg a történész összefoglalót. Megcsináltuk. És mindent elkövettek, hogy annak érdekében, hogy ez ne jelenjen meg. Mert ha ez kijön a 90-es választások előtt, akkor még annyi szavazatot se kap a baloldal, mint amennyit kapott. Nem véletlen, hogy törvénytelen szocializmus címen az Antal kormány jelentette meg először az Új Magyarországban, és mi bizony nem rejtettük véka alá, hogy kikkel szemben mit nem léptek meg, beleértve Kádárnak a szerepétől kezdve mindazt, amit a politikai elit az időtájt 45-től, legyen ez munkásmozgalmi személy elleni per, vagy éppenséggel a pártok határaitól
teljesen független, szitoen polgár értelmiségével szemben, vagy bárkivel szemben lefolytattak. Emberek, vigyázzatok! Még egyszer, ennyire nem süllyedhet az emberi, nem. Mert itt már nincs lelkiismeret. Akik ezt csinálják, azok már méltatlanok arra, hogy embernek nevezzük őket. Mert a böllér is gyorsan végez az állatával. Nem kínoszta, de itt százszor kellett meghalni egy halálért. A jogállami rendszerváltozásnak, a megegyezéses forradalomnak nem volt olyan verziója, amelyik ennél radikálisabb rendszerváltozást tett volna lehetővé. Ez ugyanakkor nem vonatkozik éppen az Étényi törvényre. Tehát ezt a minimumot a jogállam keretei között szigorúan alkotmányos megoldással meg lehetett volna tenni, hogyha megvan rá a politikai akarat és az egységes fellépés. Volt olyan, aki addig harapta az ütő ereit, ameddig el nem végzett, rendszerint estétől kezdve rágták, és a társak, ha voltak itt, hallgattak róla. De voltak olyanok is, akik teljes erővel mentek neki fajnak, és szétverték a fejüket a falon, és meghaltak, hogy megszabaduljanak a kintelésektől. Aztán voltak olyanok, akik megőrültek, bele lehet őrülni a kintbe, ordítottak, szenvedtek, átkozódtak, kiáltoztak, azok a szépen idehozták ebbe a cellába. Itt hiába megy neki a falnak, tehát aki megpróbálta az öngyilkosságot, hogy a fejét szétverje a falon is életben maradt, az betették ide. Ki van párnázva, úgy van, gumi van alul, itt lezártak minden csendbe, úgyhogy az öletőnek még az ordításait sem lehet hallani, le lehetett hallani. Az a parancs, hogy ne ölj, az érvényes a társas élet minden szintjén, és természetes, hogy felelősségre vonással jár. Nem tekinthetünk el a felelősségre vonástól. Miért? Mert ennek a léleknek, itt a magánembernek végtelenül nagy szüksége van, hogy helyreálljon az igazság tudata, és hogy bízzék a törvény szigorában. Amikor azt kérem a tisztelt országgyűléstől, hogy tűzze napirendjére és tárgyalja sürgősséggel ezt a javaslatot, majd pedig döntsön legjobb lelkiismerete szerint, én a magyar lelkiismerethez szólok, abban a biztos tudatban, hogy ez jelen van ebben a parlamentben, a parlament tagjaiban, tekintet nélkül arra, hogy hol ülnek ebben a teremben. Egyik koalíciós párt sem, és egyik ellenzéki párt sem jutott el odáig, hogy a maga részéről javaslatban megfogalmazza, hogy mit is látna szükségesnek, kedvezőnek, megfelelőnek, amivel kielégíthetjük a társadalomnak az igazság iránti igényét. A tervezet lényege az, hogy megnyitja a büntethetőség lehetőségét a szándékos emberölés, a gyilkosság és a hazaárulás, illetve hűtlenség tényállását megvalósító kriminális cselekmények tekintetében. Az időpont, amelytől a büntethetőség megnyílik, 1990. május 2-a a független, szabadon választott Magyar Országgyűlés első ülésének a napja, amikor elvileg először volt lehetőség, hogy jogállami eszközökkel lépjünk fel a büntethető cselekményekkel szemben. Csupán azt említem meg, hogy az elmúlt népellenes és nemzetellenes, nem utolsó sorban pedig demokrácia ellenes rendszer nem üldözött olyan bűncselekményeket, amelyeket részben saját maga követett el, részben az ő érdekében mások követtek el, vagy amelyeknek üldözése az állam érdekeit sértette volna. Ilyen körülmények között pedig egyértelmű,
hogy törvényalkotási aktusra van szükség. Az első ilyen terv, az úgynevezett justícia terv, amit a frakció állított össze, nem telt el egy hónap, azt hiszem, a kormányalakítástól kezdve, és ebben már felmerülnek bizonyos általános és konkrét igények, egyáltalán a történelmi múltnak, az 56 óta eltelt eseményeknek a korrekt kivizsgálása, és bizonyos jogtalan előnyöknek az elvétele, de nem szerepelt a büntetőjogi felelősségre vonás. Ezen Zétény Zsolt kezdett el dolgozni, és már egy nagyon korai szakaszban megmutatta nekem az első variációt is, mint frakcióvezetőnek, hát nyilván másoknak is. Én abszolút egyetértettem az irányjal és a megoldással is. Négy nagy iránya van az igazságtételnek, vagy múlttal való szembenézésnek. Az első a bűnösök felkutatása és felelősségre vonása, a második a tényfeltárás, tehát a tények széleskörű megismertetése, a harmadik az elégtétel adás a társadalom megsértett tömegeinek, a negyedik az érintett önkényuralmi tisztségviselők eltávolítása a hatalomból. 91. június végén vonultak ki a szovjet csapatok Magyarországról. Tehát egy megszállás nélküli országban azzal a meggyőződéssel, hogy a Szovjetunió véglegesen megrendült. Ezen a ponton a frakció vezetés aktivizálódott, tehát Kónya Imre elővette a fiókjában lévő, meg az országgyűlés napirendjén rajta lévő indítványt, és akkor ugye úgy döntöttek, hogy jön november 4-e, az árulás napja, a szovjet agresszió napja, az 56 gyász napja, és azon a napon kell ezt a törvényt elfogadni. Tehát addig a vitáját is le kell folytatni, az általános és különös vitáját, és ezt így meg is szervezték, és végre is hajtották. Sikerült magam mellé állítani a frakcióvezetést, és hát Antalt, és hát Antal József nélkül ez nem ment volna. Teljesen kivételes eset az a magyar parlament történetében, hogy egy ilyen súlyú előterjesztést nem kormány előterjesztés formájában, hanem önálló képviselő előterjesztés formájában van módunk vitatni. A kormány nyilatkozzon az ügyben, hogy saját képviselőjének előterjesztésével egyetérte, hogy mely részeit tartja elfogadhatónak, és mely részeit nem. Megkérdeztem az akkori legfőbb ügyész Györgyi Kálmánt, aki magánvéleményt adott, sőt, hangsúlyosan nem politikai véleményt, és ebből arra következtettem, hogy ezt folytatni lehet. Az Alkotmányi Bizottság elnökének, Salamon Lászlónak is odaadtam ezt, és ez megindított egy folyamatot, akkor Salamon felkérte Györgyi Kálmánt, készítsen egy tanulmányt, hogy állunk az elévüléssel. Ezzel is készült ez a tanulmány. Az a szöveg, ami végül is aztán majd az országgyűlés elé került, jó néhány szakember kezében volt, hogy más ne mondjak, Békés Imre, a budapesti büntetőjogi tanszék vezetője is látta, és hát a végső formáját Kutrucz Katalin által nyerte el. Nos, a kormány szintén ismeri mindazokat a tanulmányokat, és támogatja a törvényjavaslatot. Támogatja ugyanis az alkotmánnyal, a jogalkotásról szóló törvénnyel és a büntetőtörvénykönyvvel való egybevetés alapján arra a következtetésre jutott, hogy nem alkotmányellenes a törvényjavaslat. Hát úgy gondoltam, hogy ez egy olyan előterjesztés, amit mindenki tud támogatni, mert hát ki az, aki azt mondja, hogy ne büntessük meg a gyilkosokat. És hát sajnos úgy az derült ki, hogy mégis ellenezték. Az illető nem vallott. Ezért betették ebbe a cellába, a két lábát alul lánccal oda kötötték, hogy ne tudjon mozogni, a derekát is lánccal ide kötötték, és az illető így állt. Tehát se előre bukni nem tudott, se oldalra, se a lábát nem tudta széttenni, semmi, állni kellett. Egy idő után az illető elájult.
A jogszerűség nem egyirányú utca, hogy csak a nácikat megbüntetni. Mindenkire vonatkozik. Kétségtelen, ez a jogszerűség alapelve. Nekünk nem az a kötelességünk, hogy kevés életben maradott aggasztjánnal leszámoljunk, vagy igazságot szolgáltatossunk annak a korosztálynak, amelyek tulajdonképpen nem lehet igazságot szolgáltatni, mert amit az embertől 23 éves korától 59 éves koráig elvettek, azt nem lehet 60 éves korába visszaadni. Ott voltak az 1956-os borzalmak. Szörnyű bűncselekmények történtek. És most ezeket a szőnyeg alá söpörni? Én azt hiszem, hogy nekünk nem fájdalmas sebeket kell ma olyan emberekkel beragasztatnunk, akik kisgyerekek voltak, mikor mások a sebeket helyettük ütötték, hanem igazi demokráciát, igazi jogrendet és igazi, távolba mutató, visszaélésmentes mindenki számára, a nekünk nem tetszők számára is szabadságot biztosító holnapot kell fölépítenünk. Lehet-e különbséget tenni a nácik és az új politikai diktatúrák büntettei között? Mármint a kommunisták bűncselekményeire gondol? Igen, például. Semmi különbséget nem látok. Ha valaki ártatlan embereket gyilkol, akkor nincs különbség. Sztálin és Hitler ugyanazt követték el, csak épp Sztálinnak nem voltak gázkamrái. De más módon szintén embereket ületett meg. Valószínűleg ötször annyit, mint Hitler. Ám ha érvényben van az elévülés, a magyar nép ellenségei azt tehetik, amit akarnak. De ha valaki prezentálja a törvényt, lehet ellenük cselekedni. Kettős mérce ebben a kérdésben elfogadhatatlan, azért elfogadhatatlan, mert ha ezt gyakorolja valamelyik ország, az ország tönkretételéhez vezet. Ne felejtsük el, hogy mindazok a bűnök, amit a bolsevizmus eszmekörének a jegyében követtek el, azok semmivel sem okoztak kisebb kárt a országoknak, nemzeteknek, mint amit a nácik követtek el. Mi fog történni? A vádhatóság precízen megvizsgálja, valószínűleg nem fog tudni vádat emelni. Mi történik akkor? Azok az emberek, akik tényleg bűnösök voltak, akiket a társadalomnak meg kellene vetnie, akiket meg akarunk büntetni, azok bőrpapírokat kapnak a rendőrségtől, nyomozást megtagadó végzést, a vádhatóságtól, a vádindítványt elutasító végzést kapnak, és ezt lobogtatják. Kérem, én tiszta vagyok, én ártatlan vagyok. Hát ezt akarjátok, Zöjtény Zsolt? Mi hát akkor az értelme? Figyelmeztetni a holnap gyilkosait, akik tán csak ma születnek meg, hogy soha ne legyen nyugalmuk. Akkor azonban, ha létezik elévülés, az emberek tudják, hogy csak ki kell várniuk a határidőt. És utána szabadok. Ez lehetetlen, mert ez a bűnösöknek kedvez. Nincs arra energiánk, hogy 35-45 évvel ezelőtti ügyeken kutakodjunk, arra kössük le a nemzet energiáját. Én úgy érzem, hogy ez félreviszi a dolgokat. Úgy érzem, hogy ez valamiféle pótcselekvés, amire nincsen szükség. Tisztelettel arra kérek mindenkit, gondolkodjanak el azon, amit mondtam, és utána hozzuk meg a döntésüket, amiben én azt javaslom, hogy ne fogadjuk el a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen! Kedves Mécs Imre! Tömeggyilkosok és ilyettükben tapsolók soha semmilyen körülmények között nem vonhatók egy kalap alá. Ennek a társadalomnak a másfél éves türelmét a társadalom és a rendszer gyengeségének minősítették, és a régi bűnösök ma már elszemtelenedett új bűnösökké válnak. Engedjék meg, hogy hivatkozzak arra, hogy nem követték el maguk a bűnt,
de a német állam hivatalos emberei, ha olyan államokban tesznek látogatást, ahol a holokausztnak áldozatai vannak, elmennek és megkoszorúzzák egy bűnbánattal és egy bocsánatkérő szándékkal koszorúzzák meg ezeket az emlékműveket. Láttunk-e ilyen embereket a 301-es parcella környékén? Valami bűnbánatot mutatnak. Ha valakinek joga van lemondani az igazságtételről, az 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 ember, akit igazságtalanság ért. Ha ebbe az országba elítéltek, meghurcoltak, tönkretettek 1 millió embert, az ő jogáról ne mondjon le a másik 9 millió. 1957. december 11-én Szegeden az igazságnak nevezett palotában a rendkívüli katonai népbíróság 16 társammal együtt 107 évet szabott ránk. Én, mint elsőrendű vádlott, ezen az első fokon életfogytiglant kaptam. Börtönpályafutásom alatt soha semmilyen börtönbe társaimmal nem találkoztam, elszigeteltek tőlük. Engem Szegedről egyenesen ide hoztak. Az én kínvallatásomat 10 hónapig elintézték Békés Csabán. Az egyik reggel egyedül voltam egy keskeny zárkába, hallottam ezt a éneket énekelni, hogy Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Február volt, az udvar tele volt hóval, az emberek sorba térdepeltek egymás mögött, hajadon fűnt, őszemberek is, parasztok is minden, és köztük jártak a pufajkások gumibottal, és verték őket, úgy, hogy a fejük vérzett, mindegy, néztem az ablak, azon a kis és hangosabban is ők egyre énekelték, hogy Horthy Miklós katonája vagyok. A többit már én nem láttam, mert kinyílt a cellaajtó. Hárman egy szembelévő cellába vittek, és ott amit csak alkalmazni lehetett, gumibot, drótkorbács, és hadd mondok valamit, ustornyér, nem tudom, tetszik ismerni ezt a nádból, nád ustornyelet. Ameddig csak lehetett, levertek a földre teljesen és tökéletesen, és ott ugráltak rajtam, és rúgták a csizma orrával itt a májamat, a balvesémet taposták a földön. Ott elvesztettem az eszméletemet, visszavittek ebbe a magános szellába, és egy olyan jó 3-4 óra múltán, miután még civilbe voltam, és civil ing volt rajtam, kinyitották az ajtót, és egy vödröt odaállítottak, és azt mondták, hogy vesse le az ingit, és mossa ki. De akkora már a vértől milyen volt? Fekete, hiába mostam, félmeztelenül. Dörzsöltem, nem jött ki. Úgy vizesen visszahúzatták rám. Aztán 2 hetenként volt ruhaváltás, sorba álltak az asszonyok. A feleségem, édesanyja, az egy eléggé karakán nő volt, felvitte ezt a fekete inget a Kádár irodára, vagy hova, nem tudom megmondani. És elmondta, hogy nézzék meg, ezt csinálják Békés Csabán. Csak azt tudom elmondani, hogy a Benkovics Sándor, Fetter Ferenc, Neumann Nyírfalvi a vallató szobába, a kihallgató szobába azt kérdezték tőlem, hogy na most ide figyeljen, nyilatkozzon, hogy hozzá nyúltak-e önnel is valahogy egy ujjal. És itt a papír írja rá, hogy ön nem bántalmazták itt. És mondtam, hogy hát önök csinálták. Akkor újból irgalmatlanul össze-vissza rúgdostak, vertek mindent. Levittek a cellába. Még aznap este felvittek, és én aláírtam, hogy nem nyúltak hozzá meg újra sem. ...1956. december közepe,
és 57 júniusa között szolgálatot teljesítettem a karatalomban. Mint közkatona, és nem mint hivatásos tiszt. Vajon joga van-e pálcát törni mások felett azoknak, akik ugyanúgy beilleszkedtek ebbe a rendszerbe, mint akiket vádolnak? Elnézést kérek, Zétényi Zsolt úr. Jogászként szolgálta az elmúlt rendszert. Takács Péter úr tollal és a marxista-leninista ige hirdetésével. És ha már 3x3-asról van szó, mondják meg önök, hogy miért rosszabbak azok az emberek, akik ilyen munkát vállaltak, mint azok, akik más eszközökkel szolgálták a korábbi hatalmat. Azt javaslom, hogy ebben a hangulatban ezt a vitát sem most, sem a következő néhány napban ne folytassuk, ha a pártok próbálnak megoldást találni arra, hogy miképpen óhatják a múlt lezárásának történelmi kérdését megoldani. Ezt a javaslatot annak érdekében teszem meg tisztelt Takács úr és tisztelt Zétényi úr irányába, tehát hogy vonják vissza a javaslatukat, mert még egyszer mondom, ha ezt így folytatjuk, ennek csak kárát fogja látni az ország, és szétverjük az első szabadon választott magyar parlamentet. Csak egyetlen mondat, a szocialista frakció csatlakozik Orbán Viktor javaslatához. Itt egy nagyon szolid, néhány tucat emberre kiterjedő gyilkossági vádról lehetett volna szó, ahol a nemzet azt érzi, a közösség azt érzi, hogy no, hát megszabadultunk attól a ballasztól, ami beárnyékolt az utóbbi 50 évet, mert mégiscsak legitima hatalom, hát megvédi a nemzet tagjait. Ha meghaltak a nemzet tagjai, akkor meg, azáltal védi meg, hogy megbünteti a gyilkosokat. Avagy talán mi nem győztük le a kommunistákat? Amikor 89-ben folytak azok a bizonyos tárgyalások, ugye sehova nem írtuk bele, de volt egy hallgatólagos klauzula, amelyről 10 millió magyar tud. Nem volt titkos klauzula, mindenki tudja. Azt mondták nekünk hallgatólagosan a kommunisták, hogy mi nem lövetünk rátok, ha ti nem csináltok itt mindenféle igazságtételeket. Ahogy ezeknek a tárgyalások során esetleg valami háttéralkú köttetett volna a mindenféle felelősségre vonás elmaradására, ez minden alapot nélkülöz. Az a sima átmenet, amit lezajlott, többek között ennek a hallgatólagos megegyezésnek az eredménye. Erről megfeledkezni gyávaság. Legjobb emlékezetem szerint a 89-es tárgyalások során mi, az ellenzéki kerekasztal képviselői, nem az ávósok és a gyilkosokkal tárgyaltunk, hanem egy szocialistává alakult és a reformáltal elkötelezett párttal. Legyőztük a kommunizmust, a kommunistákat? Hát sajnos nem. Nem mondhatjuk el, hogy legyőztük őket. És ezért van szükség erre a törvényre. Kíséreljük meg, amennyire csak lehet, megtörni ennek a rétegnek elsősorban a gazdasági hatalmát. Mert éppen így függenek össze, hogy ezek azért nem akarják, talán feltételezem, tisztelt ellenség, ellenzéki oldalról. Ez tényleg csak nyelvbotlás volt. Mert ennek a rétegnek a meglévő hatalmát féltik. Ahogy Mizsei Béla mondta, óriási, kiáltó igazságtalanságok vannak a tekintetben, hogy hogy élnek a bűnt elkövetők és az annak következményeit elszenvedők. Erről van szó. Nem egy közvéleménykutatási adatra kell itt hivatkozni, hanem arról a nagyon széles körben meglévő érzületről, amit az egész országban mindenütt lehet tapasztalni. Ahogy az emberek várják ezt a törvényt, nem a büntetésre várnak, hanem arra, hogy lássák, hogy végre ebben a tekintetben is megtört annak a rétegnek, annak a parancsoló rétegnek, annak a régi múltban hatalomhoz jutott rétegnek a valódi hatalma, a gazdasági hatalma is, ebből következően, hogyha az erkölcsi hatalmát megtörtük, és akkor kezdődhet el nagyobb mértékben a rendszerváltozás. Ezek nem szakmai viták voltak, ezek passzív politikai viták voltak. Ezek a rendszerváltozás jellegéről szóltak, és arról a félelemről, hogy a volt állampárt embereivel esetleg elszámolnak, és hogy ez az elszámolás aztán nem áll meg egy bizonyos ponton. És hát ez a politikai félelem ment át szakmai érvekbe, és bizony kíméletlen becsmérlésbe, amely becsmérléstől a kormány
azért mentesült. Nem csak ilyen polgárias sajtó és médium viták voltak. Én egyről tudok egy kivételről, ez a saját esetem, amikor egy igencsak nagy betondarabot találtam az íróasztalom mellett. Tehát attól a széktől 50 centire, ahol ülni szoktam, amit oda az első emeletre igencsak komoly célzó képességgel lehetett följuttatni el, és a felső ablakon jött be. Györgyi Kálmánt fölhívtam, az emberülési kísérlet volt. Semmi nem történt az ügyben, feljelentést tettem. Én megmondom őszintén, hogy méltatlannak éreztem volna, hogy én elkezdek kopogtatni és felszólalni és lármázni, hogy engem meg akartak ölni. Utólag nem biztos, hogy ez egy okos magatartás volt, ez nem csak rólam volt szó, ott voltak a gyerekeink, egy gyerekem is, feleségem. Nem tettem meg, és ezzel nem foglalkozott senki. Ennek a törvényjavaslatnak van egy a jövő felé szóló üzenete. Nem lehet főben járó bűnöket elkövetni, abban bízva, hogyha elég erőszakosak vagyunk, és sokáig vagyunk hatalmon, akkor ezek elévülnek, és megúszuk a felelősségre vonást. Köszönöm. A gyilkosság mindig gyilkosság. Mindegy, hogy ki követi el. Ártatlan emberek gyilkosait meg kell büntetni. Ez ellen sem egy kormány, sem egy parlament nem cselekedhet. Ez természetes. Nézzék, ezzel föl fognak zárkózni az egész civilizált világhoz. 1991. november 4-e nagyon szép napja volt a magyar törvényhozásnak, mert lehet okolni, kárhoztatni sok mindenért, de tisztességesen, becsületesen viselkedett a törvényhozás, majdnem kétharmaddal szavazta, mert egyszerű szótöbbséges törvény volt az, és megtette a magáét. A köztársasági elnök nem írta alá. Az Alkotmánybírósághoz fordult, és az Alkotmánybíróság nagy megdöbbenésünkre, méghozzá egységesen alkotmányellenesnek minősítette. Meggyőződésem, hogy abban a formában, hogy ez a törvényjavaslat bejut nyújtva, teljesen mindegy, kiírta volna alá, ez nem volt egy alkalmas törvény arra, hogy ennek alapján ezt a kérdést lerendezzék. Kellett volna helyette egy alkalmas törvényt hozni. Ebben alkotmánybíróságon belül is voltak problémák, hiszen az alkotmánybíróság egy része azok közül, a sértettek közül került ki, akiket éppen ez a törvény, ha úgy tetszik, kárpótolni akart. Tehát annak idején engem is egész családommal együtt, egyik napról a másikra kitettek a lakásunkból, elvették a apám irodáját, elvették a nagyapám nyugdíját, betettek egy kamrába valahol Kelet-Magyarországba, ötünket 3 négyzetméterre, és azt mondták, hogy éljünk meg, mert munka nincs. Alapja ennek az új rendnek, 89-90 után kialakult jogállamiságnak, az, amikor szintén az Alkotmánybíróság kifejezte, hogy nem egy értéktartalmú, hanem egy neutrális, semleges rendet akar, ahol az igazságnak nem, hogy alkalmazzák, nem is ismerik el, hogy ilyen van. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az igazság nem létezik. Na most, hogyha az igazság nem létezik, akkor nem egy semleges helyzet jön létre, hanem egy igazságtalan állapot. Erre alapozva majd aztán a legfelsőbb bíróság hozott egy olyan elvi határozatot, hogy Magyarországon a bíróságok nem igazságot, hanem jogot szolgáltatnak. Mi van a joggal, ha nincs tükre mértéke, nincs értékmérője, akkor a jog az relatív. Ez azt jelenti, hogy akár az emberi jogok bírósági értelmezése, alkotmánybírósági értelmezése változhat. Ami ma ilyen, holnap olyan, de az személyes ügyek bíróság, felső bírósági megítélése is relatívvá válhat ugyanazon ügyekben. Na most ezt más néven jogi zsarnokságnak hívják. És egy rabló állam jön létre, ahol az oligarchia
azon trükközik, hogy hogyan tudja és milyen eszközökkel elhitetni a tömeggel, hogy ő tulajdonképpen javát szolgálja akkor, amikor a java, a jó nincs is meghatározva, sőt tagadva van. Mind a jogelvekben, mind a hétköznapok gyakorlatában. Lelkemet ajánlom a hatalmas Istennek, és testemet hagyom ő anyjának, a Földnek, e világot pedig az én feleimnek, míg ő benne élőknek. A testi halál